Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jöjjön egy újabb játék, indie játék bemutató, fogalmazzunk így, ugye? Hát manapság az AAA játékok elkurvulása folyik, így az ember egy alternatív útvonalat próbál magának keresni, és ugye az indie játékokról én úgy érzem, hogy néha sokkal több igényesség, sokkal több tartalom jön ki egy játékkal, sokkal több potenciált látni sokszor egy indie játékban, egy kis fejlesztőben, egy kis kiadóban, mint manapság mondjuk egy AAA kategóriás játékban. Úgyhogy nem ez lenne az első ilyen indie játék, amit bemutatok, például ott volt az Observer, vagy ott volt az Evil Genom is, amit bemutattam. Olyan játékok, amelyekről úgy gondolom, tehát nem minden rátolni és bemutatni, hanem olyan játékok, amit úgy gondolom, hogy van potencia, van megfelelő nehézség, tartalom, téma, tehát valamitől még az indie játékok közül is számomra, természetesen, mert ez ízlés dolga, számomra kiemelkednek, és így futottam bele a Golem Gates-be is. Ugye fenn vagyok egy oldalon, ahol fejlesztőkkel állok kapcsolatba, és akkor ott folyamatosan kapok e-maileket ilyen-olyan játékokról, és amiről lehet kérni kulcsot, arról kérek kulcsot, már ha érdekel. És amikor először megláttam a Golem Gates trailerét, akkor az így első volt dolgom írni a fejlesztőnek, de figyeljetek, szeretném ezt a játékot a magyar közönség számára bemutatni, lehet hogy kapok egy kulcsot, és voltak olyan kedvesek, és kaptam egy kulcsot, és beszélném nektek mutatni. Miért is? Azért, mert tudom, hogy Magyarországon például nagyon sokan szeretik a LOL-t, és a Golem Gates valahol a LOL és a Heroes of the Storm-nak a keverékének lehetne mondani. Tehát ilyen RTS és kártya játék elemekkel ellátott kis játék, mondhatni. Tehát tulajdonképpen az alapkoncepció az egésznek az olyan, hogy ugyanúgy tornyokat kell elfoglalni, mint mondjuk egy LOL-ban, ugyanúgy meg kell találni az enemynek a fő bázisát, csak ebben az esetben nem a fő bázis találod meg, hanem az enemynek az úgynevezett irányítóját, mondhatni így, és őt kell legyőzni végül, úgyhogy úgynevezett Harbinger, tehát Harbingeröket meg kell találni. Tehát ők konkrétan az enemy bázis, ha úgy nézed, a Harbinger, és te is egy Harbinger vagy, akik képesek az ősi technológiát és gépeket megidézni, és azáltal harcba vinni őket, és akkor az egész úgy indul, hogy meg kell szerkeszt természetesen az induló kártyáidat, tulajdonképpen még nem tudtam kiderülni, hogy hány induló kártyád lehet egyszerre, mert eddig úgy néz ki, hogy egy csomó mindent be lehet rakni, szóval meg kell szerkeszt az induló kártyáidat, és arra felépítsd a stratégiádat, és akkor lehet nekiválni. Na most valószínűleg most jelenleg korai kiadásban van a játék, nem is túl drága, és nem is kell hozzá erős gép, tehát egy GTX 480-at írtak hozzá, tehát még olcsó, és egy GTX 480 is kell hozzá, és tehát így keveri a LOL-féle játékstílust a különböző ilyen kártyajátékokkal, mint akár a Heroes of the Storm, és mindezt levetíti egy olyan szerű csatára, tehát egy olyan szerű csatát képzeljétek el, mint a Command & Conquer-nek a Tiberium Wars című része. De talán ezért is fogadt meg, mert én a Tiberium Wars-ban rengeteg órát öltem bele, és játszottam a szóló változatával a bot ellen, és ez teljesen arra emlékeztet, csak éppen, hogy nem egy bázist kell fölépíts, hanem konkrétan van egy irányító, de az irányító köré, tehát konkrétan felépíthetsz egy kisebb bázist, védelemmel ellátott bázist, tehát vannak védelmi épületek, vannak katonák, és nagyon sok különböző fél katona van, tehát több mint 100 féle ilyen kártyájuk van, amit kiforgathatsz meccsről meccsre, és vannak ugye csapdáik, mindent, tehát egy egész kis stratégiai, ha akarod, nagyon agresszív támadó, vagy nagyon éppen defenzív támadó, és egy nagyon kis ideális
menetet találtak ki az egészre, tehát ha elfoglalod a tornyot, gyorsabban nő az energiát, gyorsabban tudod leszpónoltatni az egységedet, és általában három tornyot kell elfoglalni ahhoz, hogy hozzáférhess az enemynek a Harbingerjéhez, vagyis ugye a bosshoz, de még mielőtt mindezt megtennéd, fel kell tárd, hogy hol helyezkedik az a boss tulajdonképpen, és erre is van egy megoldás a játék, hogy ezt megted. És már egy jó ideje megvan a játék, csak nemrég járt le róla az embargó, tehát most csinálhatok igazából róla videót. De ugye játszogattam vele, és rengeteg frissítés jött rá, szóval a játékkal úgy néz ki, törődnek. De nem is azért mutatom be nektek, mert én ezért kapok bármiféle pénzt, vagy ingyen cuccot, vagy bármi ilyesmit, hanem nem, egyszerűen azért, mert úgy gondolom, hogy egy jó pár órányi szórakozást nyújthat, mondjuk, ha éppen azt várod, hogy a kedvenc játékodra kijöjjön a legújabb frissítés, és nem beszélve arról, hogy egy nagyon jó bevezető mindazok számára, akik szeretnék magukat így kipróbálni, vagy belekóstolni ebbe a stílusú stratégiai játékba, ebbe a LOL-szerű stratégiai játékba, vagy éppen a Heroes of the Storm-szerű stratégiai játékba, és gyakorlatilag tényleg egy jó bemelegítő lehet ebbe a világba ez a játék, és nem azt mondom, hogy jó, ez lesz a main játékod, valószínűleg nem, de azt hiszem, hogy egy új perspektívát tudna mutatni, vagy esetleg taktikát tudna mutatni mindazoknak, mondjuk, akik már nagyon benne vannak ebbe a világba, vagy mindazok, akik csak szeretnének vele próbálni ebbe a világba, és ne érezzék magukat, mondjuk, ha belépnek egy LOL világába, hogy teljesen noob vagyok, hanem úgy már kapnak egy képet az egész dologról. Szóval egész jó játék. Azt mondom, hogy megérek próbált, hogyha mit tudom én, van éppen fölösleges rá 4000 forint, nem tudom mennyi lehet forintba tenni, olyan 13 dollár vagy euró, valami ilyesmi lehet. Úgyhogy, ja, nem egy rossz játék. Ja, 13,94 font, tehát 15 euró kb. Kinek mi? Hogy tetszik? Az olyan, hogy egy nem rossz játék, és ahogy elnézem, amint kijön teljes access-re, a játék lesz neki single player kampánya is. A trailer az kurva jó, szóval hogyha a trailernek lesz valami köze a single player kampánya, az szerintem nem lesz rossz. De én kíváncsian várom, hova alakul az a játék, és valami egy olyan játék, ami nekem felkeltette az érdeklődésemet, és lehet azért, mert tényleg ilyen régi memóriákat hoz vissza a Tiberium Wars-ról, nagyon szerettem azt a játékot, kevés stratégiai játékot szeretek, és nem is nagyon vagyok a híve a LOL-féle játékoknak, nem beszélve a Heroes of the Storm-szerű játékoknak, tehát teljesen idegen nekem ez a világ, és nem is nagyon vagyok otthon benne. De amikor kipróbáltam ezt a játékot, úgy éreztem, hogy gyorsan felfogtam, hogy miről szól, azért természetesen olyan brutál bot ellen még nem mentem, és szerintem soha nem is fogok ledarálni másodperc alatt, de így ráéreztetett a játék feelingére, és tud izgalmas lenni, azt kell, hogy mondjam. Nos, srácok, ez lett volna a Golem Gates. Ha akartok hozzáférést ez a játékhoz, akkor csak Steven írjátok be az áruház keresőjébe, hogy Golem Gates, és megtaláljátok valószínűleg. Nos, ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz fel, nézd rá a többi videómra is, köszönöm a figyelmet, sziasztok!